Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora és mestere. Spiritista vagyok, ezoterikus tanár, spiritista tanár vagyok. Természetgyógyász is emellett egy csontkovács tanár is vagyok. És mindig a műsor elején elmondok egy-két dolgot, ami fontos, hogy nehogy gondok, problémák legyenek, hogy amiről én beszélek, meg akivel beszélek, meg a vendégem van, jelen pillanatban a rákról fogunk beszélni, ráknak a milyen csodálatos eredményeken ment keresztül az úr, akivel beszélni fogok. Mindig el kell mondanom, hogy a kezelés nem helyettesíti az orvos kezelést, és nem egyformán hat az emberekre, és ez egy lehetőség a sok közül. Ez ugye olyan, mint hogy kérdezem egy gyógyszerészét, de senkinek sincs gyógyszerésze. Na, lényeg az, hogy mindig ugye beszélek önöknek sokat arról, hogy ilyen meg olyan változások vannak, akik járnak hozzám kezelésre, de az a helyzet, hogy az emberek nem szívesen jönnek be beszélni róla, mert félnek a rokonoktól, ismerősök, meglátják, ha nem beszélnek róla, pedig nagyon jó lenne, ha sokan bejönnének és beszélnének, hiszen a másik emberek is látnák, megtapasztalnák azt, hogy milyen lehetőségük van arra, hogy gyógyszerek és egyéb dolgok nélkül meg lehessen változtatni a testet, és javuljon az állapota. Utóbbi időben rengeteget beszélek a rákos problémákról, hiszen az emberek jelentős része Magyarországon sajnos ennek következtében meg is hal. De ugye van más lehetőség is, ugye nem csak az úgynevezett hagyományos kezelés, habár én szerintem pont az ezoterika lenne hagyományos, de nem erre mondják, hanem vannak az ezoterikus kezelések is, például a spirituális kezelés, amit én csinálok, és ezek mind saját módszerek. Ugye ami évről évre, sokszor hétről hétre változnak a módszerek fönti segítséggel, és mindig jobb és jobb és eredményesebb lesz az illetőnek, és mellékhatások nélkül persze. Itt nincs mellékhatás, nem kell szedni semmilyen gyógyszert, meg semmi egyéb dolgot. Most elhívtam egy urat, akinek mindjárt el fogja mondani, milyen problémája volt, rákos problémája volt, hogy beszéljen róla, és beszélgetünk, és az, hogy milyen változásokon ment keresztül. Pór István, ugye? Jól mondom, igen, jó. Pór. Nem Pór Péter, hanem Pór Istvánnak István. Hívják a kedves urat. És hát először megkérdezem, hogy hogy talált rám a rendelőre? Hát egy ismerősöm által ő javasolta önt nekem, mert ő azt hiszem a lábával járt önhöz, de nem is tudom. De nem csak, azt tudom, hogy kiről, akkor nem csak a lábával. Igen, nem csak a lábával, igen. Tetszik tudni. Igen, tudom. És ő mondta, hogy jöjjön el, mert... Mert hogy ez az én problémám, ez talán orvosolható ön által, mert... Na, a lényeg az, hogy nem tudtam nyelni. És én már voltam gasztroenterológián egyik helyen, elküldtek a másik helyre, sebészeti klinikára küldtek, onnan küldtek tovább ki a ilyen tüdőszanatóriumba, a Korányi kórházba, szóval na és ott állapították meg, hogy ez egy rák, ez egy nyirokmirigy rák. Tehát küldözgettek össze-vissza. És mit csinált ez a rák? Hát ez a rák, ez lényegében az egésznek a általam érzett, hogy itt nyomta úgy bent a nyelőcsövemet, mert nem tudtam lenyelni semmit. Még folyadékot is alig-alig. Tehát egyszerűen éheztem, már nem tudtam lenyelni. Hát semmit. Tudom, sok kilót fogyott, tudom. Nagyon tudom, sokat. Tudom, sok kilót, hát 20 kilót, nem tudom, 30 nincs, de 25 körül. 25 kilót, és igen. Most már hézik, úgy látom. Már most már azért szedem össze magam, jobb kondiba vagyok. Mm-hmm. Szóval összegezve a dolgot, kiderült az úrnak, hogy nyirok daganata van, ami itt fönt a nyelőcsövet elnyomta, ezért nem tudott lenyelni ennivalót, és bizony ezért nem, hát fogyott rendesen, mert ugye nem tudott enni. És ugye eljött hozzám kezelésre, igen. Mennyi időt járt körülbelül? Két hónap körülbelül összesen, két hónap volt, és már az elején, első pár kezelés után már éreztem már teljesen, hogy tudtam menni. Először csak ilyen turmixolt
dolgokat, meg leveseket, de később meg már szilárdat is, tehát már most megy minden, mint bárki másnak, mint önnek, hogy tehát simán. Szóval most az a helyzet, hogy most simán tud enni, mert ez a része helyre jött a dolognak, értem. És én mondtam magának, hogy szedjen valamit, vagy bármit nem, is? Nem, semmifélét nem. Nem. Hát igen, mert ugye a spirituális kezelések az én módszerén is soha semmit nem kell. Senkinek sem mondok semmit se, hiszen az agyon keresztül csináljuk a javítást. És a kezelés fájt? Nem. Semmi. Fájt, nem. Inkább kellemes volt. Kellemes, inkább kellemes volt, igen. Igen. Ez azért mondom ugye, mert ugye tudjuk jól, hogy az emberek egy része olyan, hogy nem megy el, mert inkább meghal, de nem megy el ezoterikus emberhez. És tényleg meghal, nem viccelek, mert olyan buták az emberek, és nem megy el, és ugyanakkor azt nem értem, hogy miért, hát hiszen nem fáj. Elmegy orvoshoz, ott aztán van fájdalom, hát, különböző nyelv dolgokat, ugye? Engem, mi volt? Jól megkínoztak. Megkínozták, meg, úgyhogy tudom. Mit csináltak? Hát a gasztroenterről ledugták, egy gyomortükrözés volt kétszer, utána meg hát a tüdőmben ledugtak valami, mit tudom én mit. Úgyhogy azt se így leányálom. És annak köhögött is, nem? Akkor most már nem köhögött. Nem köhögött, igen, köhögtem akkor. Köhögött, de nem köhögött. Nem, most sem már. Minden igaz, sikerült magára hatnom, hogy ne dohányozzon, ugye? Igen. De mondom őszintén maguknak, megzsaroltam az urat, hogyha ha tovább dohányzik, akkor nem kezelem, és bejött, ugye? Ja, lehet, pszichoterrorra. Hát jól tettem, nem? Jól tettem. Most már utólag. Hát látják, hogy rengeteget hízott, jó állapotban van, vikedélyű ember, csak hogy hát nyilvánvalóan nagyon megtörte magát ez a dologon. Nagyon megijedt, ugye? Hogy baj lesz. Hát annyira nem is megijedtem, hanem hogy mert nem tudtam, hogy mi ez az egész hirtelenjében. Már nekem ez nyár vége óta volt, és fogalmam se volt, hogy mi ez, hogy megeszek valamit, kijön belőlem, és csak fogyok, nem bírok nyerni, és nagy nehezen csak elmentem. Jó tett, hogy eljött hozzám. Igen. Van egyébként nekem egy másik egy úr jár hozzám, vidékről, Szentendréről, ugyanez a baja, már nem. De ő se tudott enni, tudja. Akkor elment orvoshoz, akkor még rosszabb lett a helyzete, annak, magának is egyébként. Igen. De őnek is rosszabb lett, és akkor csak hozzám, csak ő nem olyan járta rendszeresen, mint maga, tudja, szóval igen. A kezelésre. Egyébként még egy nagyon jó hír, van egy úr, ugye elég sokan járnak hozzám ilyen hasonló, meg ilyen problémákkal, rákos problémákkal. Ugye meséltem is magának, hogy pénteken telefonált az úr, akkor hólyagjában 13,5 centis igen. Rákos daganat volt, és rettenten örömmel hívott, hogy elment ilyen háromdimenziós ultrahangra, és volt az orvos is ájulva, hogy semmilyen daganat nincs neki, remélem ő is el fog jönni a tévében, nem tudom, hogy sikerül rábeszélnem, remélem sikerül rábeszélni, hogy elmondja ezeket a dolgokat, és érdekes módon az ultrahangos tudott már rólam, hogy van egy ember, aki sok esetben tud segíteni ezeken a problémákon. És meg szeretném kérdezni, mennyibe került a kezelés? Hát ezt önnek egy nyugodtan mondja. Ingyen csinálja, mert igen, ingyen. Olyan anyagi helyzetbe kerültem ezáltal, hogy december óta nem tudok dolgozni, hogy nem tudnám fizetni. Én szívesen csinálom, most nem azért mondtam, csak most nem szeretném azt, hogy most ellepnének az emberek, hogy mindenkit ingyen gyógyítsak. Ugye nem megy, mert korlátai vannak a dolognak, mert adófizető állampolgár vagyok. De azért van még magán kívül még egy-két ember. És ugye meg szeretném mondani, hogy a rák az olyan betegség, hogy bizony rendszeresen kell járni, nem influenza, mert megfázás, szóval és maga hetente jött, igen. És most úgy szeretném ezt a többi embernek segítségül, hogy sokkal kevesebbe kerüljön a kezelés, hogy minden pénteken lesz az embereknek, aki ilyen problémával rendelkezik, kezelés,
De akkor egyszerre 6-7 embernek csinálom a kezelést, ugyanolyan eredményes, mintha egy embernek, csak az agyamnak azt mondom, hogy mindenkire alszon, aki ott van, és így lényegesen olcsóbb lesz a kezelés, ezt másoknak mondom, hogy sokkal megfizethetőbb legyen, hiszen nagyon fontos, hogy hetente jöjjenek, hiszen ez nem megfázás, ez egy rendkívül agresszív probléma. Igen. És szerencsére maga is ugye hetente jött, és akkor így. Igen. De tudom, hogy elég hamar kezdett javulni. Igen, a nagyon. Tudom, elég hamar, igen, igen. Igen, mert ugye a stressz okozza a rákot, igen. Nagy részt a stressz okozza, és ha stressz nem vesszük ki, akkor csak rosszabb lesz mindig a helyzet. Igen. És a munkája stresszes? Hát igen, stresszes. Stresszes, igen, körülmények is, meg igen az. És korábban, hát az se volt piskóta az élete korábban, gondolom, hát, hogy sok stressz kapott, vagy nem. Mert hát, tudjuk, hogy a stressz a legfőbb probléma ebben a szempontból. Én úgy éreztem, vagy úgy gondolom talán, hogy nekem elég jó a stressz tűrő képességem, de hát bizonyára besokalt már a szervezetem. Igen, megtelt a pohár, nyilvánvaló. Igen. Persze ez a baj, aki látszólag könnyen viseli, ott belül emészti, igen, a problémákat. Igen. A sokkal rosszabb egyébként, mintha kikiabálja magát és elküldi a másikat a náthásba, ne adj Isten, felégbe billenti a másikat. Tudom, hát a tapasztalatom azt, hogy sokkal rosszabb ez a dolog. Ezt ugye azért hívtam be magát, ugye örülök, hogy eljött, mert nem vállalják az emberek, ez a baj. Örülök, hogy maga elvállalta, nem az a típusú ember, hogy elmondja azt, hogy milyen változások vannak, lehetőségek. Csak az a baj, hogy sokszor az emberek nem kérik meg a másikat. És sajnos a napokban volt a rokonságomban probléma, nem pont rák, hanem érszökület, beszéltem is magának erről. Ma volt a temetés, a párom, ma volt a temetés az unokatestvérének, és annak nagyon nagy érszökülete volt, hát abba halt bele végül is, már a lábát levágták, és ugye tovább romlott a helyzet, és pont itt van, hogy az anyósom is, meg az anyósom nővérének a gyerekéről van szó, ugye hát Maglódon lakunk, és nem ám tudták, hogy mivel foglalkozom, sőt, anyósom még előadásomon is voltak Maglódon. Nem ám szóltak volna, hogy segítsek rajta. És mi történt? Ma temették az urat. A kántor volt Maglódon egyébként az úr. Az nem hagyta abba a cigit, mivel a halálos ágyán is szívta, sajnos. Nem szóltak, pedig nagyon nagy esélye lett volna, hogy megmaradjon. Nagyon nagy. Mert mi van, hogyha nem sikerül? Nem sikerül. Nem fájdalmas. De ha sikerül meg, annál jobb. Hát igen, dolog. Egyeséllyel több ez. Igen, pont azért éreztem, hogy fájt-e magának a kezelés, mert igazság szerint egy ujjal nem nyúlok ilyenkor a másik emberhez, mert nem szabad energiát adni, mert az energia táplálja a rákos sejteket. Én azt hiszem, hogy kb. 15 percet kaptam erre a része, erre a beszélgetésre, akkor ő járunk. És hát megköszönöm a beszélgetést magának, tényleg nagyon köszönöm, hát azért még jöjjön péntekenként. Persze, is már. Péntekenként. Héten találkozunk. Héten. Igen, és ugye most az lesz most, hogy egy kis időre be fognak mást rakni, hogy tovább el lehessen helyezkedni normálisan, de egy-két perc is megint látnak a szokott módon a műsoromban. Hát minden jót kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy ötös itt van. Minden jót. Köszönöm szépen. Hát megint itt vagyok, csak pár pillanatra tűntem el önök elől. Hát most sikerült végre valakit beívnom, remélem talán máskor is sikerül valakit beívnom, hogy elmondják a nagyon klassz eredményeket, ami van. Nagyon sok eredmény van, ilyen meg hasonló eredmények, amiket csinálok, hiszen tiszta szívből, szeretetből csinálom mindig, amit én csinálok ilyen kezelés formájában, ugyanúgy a tanfolyamaimat is. Ugye a spirituális tanfolyamot olyan dolgokat lehet tanulni, máshol nem. Nagyon különleges dolgok, persze titkosak is. És a csontkovás tanfolyam, ami is olyan, ami ezek sorozatban mennek, ami szintén máshol nincs ilyen, mert bioenergetikát is tanítok benne, sőt programozott bioenergetikát, sőt csakra beállítást is, és még a fülbe is azokat a pontokat, amik ugye a gerincre vonatkoznak. Az a baj sokszor, hogy rendkívül jó eredmények születnek,
De az emberek nem halandók magukért tenni. Pedig van az a mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, de van egy sokkal durvább mondás is, senki ne vegye magára, ezt viccként mondom, hogy aki hülye, az halljon meg, mert volt, hogy mondtam ezt, és rögtön már megfenyegettek, meg mit tudom én, interneten, meg mit tudom én, ez teljesen viccból volt, senkire nem vonatkozik, csak van ilyen közmondás, hogy aki hülye, az halljon meg. Ezt azért mondtam, hogy vegyék már észre az emberek magukat, hogy kérjék a segítséget. Itt volt ugye a párom vonalán ez a rokon, aki neki unokatestvére volt, nem kérik a segítséget, inkább meghalnak az emberek. De hogy lehetünk ilyen buták, könyörgöm? Hogy? Hát mi történhet? Elmegyek, ha nem segít, nem segít. Beesik az eső, nem esik be az eső. De nem jön el. Nem. Meghal inkább. Komolyan. És tudnak róla, amit arra mondtam, hogy a rokonságban, amit nem. Nem. És az a baj, hogy én magamtól nem kezelhetem, csak akkor kezelhetek embereket, ha kérnek. Ha úgy kezelek valakit, hogy nem kérnek, akkor én leszek beteg. Ezek karmatikus dolgok. Az az igaz. Nem. Kezelhetek, igen, gyerekeket kérés nélkül, meg eszméleten kívül levő embereket kezelhet az ember, de különben nem lehet kezelni. Van egy hölgy is, egy... Az igazság az, hogy aki nagyon komoly problémával rendelkezik, és látom, hogy egy-két hétig nem jön, vagy valami, akkor rá szoktam telefonálni, és meg szoktam kérdezni, mi van vele, jobban van, rosszabban van, rosszabbul van, vagy milyen problémája van. És nem a régen volt egy hölgy tüdőrákkal, és mondta már korábban is, hogy az MRI, amit csináltak, egyre jobb eredményeket mutatott ki, a kezelése máta nem is járt orvoshoz, se sehova, és akkor legutoljára volt, rátelefonáltam, mondta, igen, nagyon-nagyon sokat javult, már alig van a tüdejében rák, de úgy gondoltam, egy darabig nem jön kezelésre. Hát nem jön, lehet, hogy pont nézi a televíziót, egy kicsit neheztelek rá, megmondom őszintén. Őnek is ártana ezt a pénteki dolgokat beváltani, hogy sokkal kevesebb összegért lehet pénteken jönni, és nem is fél órát tart a kezelés tovább, délután 3 órától van, de minden héten kell jönni, az a jó, minden héten jön valaki, mert visszajön még megint jobban akár, sokkal jobban burjánzva ez a probléma, és ugye hát nem hiszem, hogyha egyszer elkezdődik egy jó dolog, hogy azt szépen megint vissza kéne csinálni. Az észükületek kapcsolatban, mert nagyon sok, nagyon nagy penge vagyok az érrendszerben, persze nem lehet mindenkit segíteni, nyilvánvaló, de nagyon-nagyon sok emberen igen, lehet segíteni. Sok esetem van, hogy 3-4 nap alatt megoldottam, hogy embereknek a lábát nem kellett levágni. De olyan is volt egy bácsi Miskolcról, könyörgött, mert hallotta egy másik emberen, mi történt, hogy kérjen helyet magának, ugye? Kért, nagy nehezen szorítottunk neki helyet, Miskolcról, hogy hozzák, nem jött el, levágták a lábát, 2 hét múlva meghalt. Mert nem bírta, idős volt ugye a levágást a testtel. Szóval nem tudom felfogni józan észre, ők ott vannak sokan, és sokan elmondják a Pistának meg a Lajosnak, itt ez a ti annyi, menjetek el hozzá, van esély, hogy segít, vagy mit tudom én, de nem. Azt mondják, igen, engem természetgyógyász, inkább ássanak el. El is ássák. Nagyon okos ember, elássák. A módszereim, ami az erekkel kapcsolatos. Ugye eleve a módszereim szinte hetente, 2 hetente változnak. Most péntek óta megint van egy teljesen új módszerem, ami annyira működik, annyira hatékony, hát, hogy azóta például bizsereg a lábam, magamon is megcsináltam egyfajtában bizsereg a lábam, mert az érrendszeremet úgy helyezheted, de nem csak azt, az érrendszeremet is. A rákra voltam kíváncsi, hogy ha valakit kezelek rákkal, hogy akkor, ha megcsinálom azt a kezelést, akkor mennyire hatékony, és rendkívül az immunrendszer működést 2-300-ra megemeli, és akkor az egész testet szépen, az egyen keringés minden a testbe szépen nyomatja is, és megindítja, és minden működik a testben. Most erről beszélek, de csomó módszerem ilyen, hogy megcsinálom a módszereket, a saját módszereimet, nem kimondottan érrendszerre vonatkozólag,
De mivel olyanok a kezeléseim, hogy a testnek minden sejtjét, minden legkisebb részét kezeli, ezért eszmétlen módon megnyomatja a vérkeringést meg az érrendszert, annak ellenére, hogy nem pont arra koncentrálok a testbe. Ez is olyan, amit most pénteken kitaláltam, ha eddigieknél is sokkal erősebben megnyomatja, idáig is nagyon, de az eddigieknél is sokkal erőteljesebben megnyomatja a dolgokat. És persze úgy vannak a tanítványom, akik járnak spiritista iskolára, hogy mit tudom én, fél év alatt nagy részt megváltozik a módszer, nem teljesen nagy részt, eljöhetnek fél áron az iskolába, és akkor már tanulhatják megint az új rendszert. Kevesen jönnek egyébként, úgy gondolják, hogy egyszer jártak, az nekik elég. Sokszor úgy viselkednek, visszahallott dolgokat, még nagyképűen viselkednek néhányan, amikor elvézik, és még van, amikor olyat is hallottam, hogy valamelyik azt mondta, hogy nálam is többet tud. Szóval vannak nagyon bosszantó dolgok ezek, megmondom őszintén. Ha valaki ilyen kezelésekkel foglalkozik, vagy ezzel az ezotériával, akár tanítás, amit én nagyon imádok tanítani egyébként, és szerintem jól is tudok tanítani, mert világosan és egyszerűen beszélek. És olyan típus vagyok, hogy rögtön feloldódnak az emberek. Én félbaráti kapcsolat jön létre a tanítványaimmal, és nagyon nagy szeretet van köztünk. Most is kezdődött egy új tanfolyam, a hétvégén spiritista tanfolyam, ami azonnal szinte egy-két óra alatt olyan baráti jellegű kapcsolat volt, viccelődtünk, beszéltünk minden, mintha nem tudom hányszor lettek volna nálam tanfolyam, és most voltak először. És nagyon jó érzés ez, komolyan mondom, mert imádom, szeretem, a véremben van a tanítás is, meg a véremben van maga a kezelés is, a véremben van, hiszen állandóan az új módszereket kapom. Az én édesanyám az pedagógus volt, ugye először Pécsett volt, Bányász iskolákban, meg egyéb, utána ha Budapestre feljöttünk, akkor itt is különböző helyeken, még nevelő otthonokban is, meg egyéb helyeken, és ő rendkívül erős hangú hölgy volt, és ha bementem egy több ezer fős iskolába és kerestem őt, biztos, hogy megtaláltam a hangja alapján. Mert olyan hangos, félkiabálva beszélt mindig, és meglehetően mégis szerették, mert jó tanár volt, érzett, ráérzett. Vannak okos emberek, akik nagyon nagy tudásuk van, például ezotériában is van egy szlovák úriember, már idősödő, voltam nála régebben, sokkal régebben szellemgyógyászatom, 10 éve régebben. Hát alig bírtam ébren maradni. Halálkom, majd mondom. Mert monotonon csinálja dolgokat. Ez nem úgy működik a tanítás. Kell hozzá spiritus. Kell tudni megfelelő pillanatokban erősebben, gyengébben, másképp mondani. A bizonyos pontokon egy viccet el kell sütni, hogy ne vessünk, jó hangulatban legyen az egész. Nem úgy, hogy leülök, és akkor mondom. Én soha, van tanfolyamom, soha nem olvasok semmit. Soha. Itt a kis fejem. Azt mondja, mit kell tenni. Most le van írva, mondjuk leírom a tanfolyamomon, és mit lesz a tanfolyamom, hogy mik lesznek benne. Az biztos, hogy nem abban a sorrendben fogom elmondani a dolgokat, mint ami le van írva, ahogy a gondolatom jön. De mindegyik meg van csinálva, ahogy a gondolat. Látják itt, én látok embereket, akik kimondottan riporterek. Mit csinálnak? Van egy akármiük, hát odan le van írva a kérdés. Most könyörgöm. Vagy tudom, miért kell nekem azt olvasni? Vagy tudom, vagy nem. Nézzék meg, komoly riportereknek gondolt emberek, ha legyen a legnagyobb tévékben mindegyik, nem tudják fejből, mit akarnak. Ott van egy kis kartonos, valami rekláma az elején, és olvassák a kérdéseket. Nem. Nem vagyok halandó. Jött az úr, lefelé megakadok, akkor beszélek másról. De nem szoktam megakadni, legalábbis. Jó, elég elhúztam az időt, egy fél óra elment. Most már lehet telefonálni, nyugodtan kérdezzenek, és igyekszem persze válaszolni rá, és hát mindegy, várom a telefont. 061-269-0386-os telefonszámon várom a telefonokat, a Facebookot megnézzék, menjenek föl, írjanak, ha rosszat látnak azt, ha jót látnak azt, de rosszat nem merjék leírni, mert összeráncolom a szemöldökömet,
Na mindegy, ez a vicc helye volt. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, parancsolni. Jó napot kívánok, én Berényi László vagyok, és Szegedről hívom. Hallgatom, uram, csak Tihanyi visszhangban le kell alakítani a tévét. Jó, egy pillanatot, tessék velem. Jó. Haló, itt vagyok. Én is itt vagyok. Szegedről sokan járnak ám hozzám kezelésre. Hál' Istennek. Hetek óta próbálkozok, hogy felhívjam, az a baj, hogy december óta beteg vagyok, nem tudok dolgozni, hát olyan minimális a táppénz, amit kapok. A következő gerincsérve műtöttek. Azonnali műtét volt, tehát bevittek, és pár órán belül megműtöttek. Azóta a bal bokámba majd nem érzem. Az orvos szerint, a reumatológus szerint mind a két lábba az Achilles in, az hát majdnem szinte teljesen meg van bénulva. Azon kívül jobb oldalról és bal oldalról a combomat, tehát kívülről azt a részt sem érzem. Ezen kívül van még prostata problémám, ami szinte havonta begyullad a prostatám. Nem fürdik meleg vízbe, remélem? Nem. Az nem jó neki. Na most itt az a baj a gerincénél, majd kap tőlem persze egy kezelést rá, de ez nem olyan, mint önkor személyes, tudja, de azért kap tőlem kezelést, hogy a idegpálya, szóval nyomja az idegpályát a gerincének valami messzesedése, értem, mit mondok, és értem. Azt csinálja ezeket a problémákat, szóval meg kell mondjam önnek, a műtét nem jól sikerült. Ezt tudom. Nem jól sikerült, nem ismerik el soha, persze, nyilvánvaló, ezért amikor jönnek hozzám, emberek sokan jönnek gerinc problémával, persze nem mindenki, de sokan. Mindig azt mondtam neki, szoktam neki mondani, hogy ha ameddig tudja, húzza. Értem, persze ez nem lehetett húzni magánál, itt nyilvánvaló. A gerincfájdalom, én nagyon jól tudom, mi a gerincfájdalom. Én már sokszor mentem négykézláb, birkóztam, vállalat birkózó voltam, és ott nekem a egyik csigolyám kiegyesedett, alulról a negyedik. Van időszak, amikor bizony a villanypoznát csokorba szedem, annyira fáj, és reggel az oknim felhúzása az nem egy egyszerű művelet. Azt megmondom őszintén, hogy rádobom a lábfejemre az oknit, és fölrakom valamennyire, és megpróbálom, de újabban azt csinálom, hogy inkább lemegyek előtte, iszom egy kávét, mielőtt erre sor kerül, hogy az izületem valamennyire tudja, bemozduljon, és akkor utána könnyebb a dolog, szóval tudom mi ez. Na akkor mindjárt csinálok egy vizsgálatot magán, és elkezdem. Most nekem fájdalmaim nincsenek abszolút. Nem feltétlenül kell legyen, nem feltétlenül. Épp elég az, hogy magának elbénultak azok a részei, érti, igen, amiről beszél. Meg a prostatámat is nézem, hát az is most is havonta begyullad. Hát nem mindegy, hogy itt kiabilít, vagy itt kiabilít, nyilvánvaló. Na, megnézem akkor a szellemekkel, hogy áll, elég jól. Átokkal is jól áll. Majd le fogom venni. Központ idegrendszere 10, béka rottyantó alatt tetszik lenni, mindene, fáradt is szokott lenni, feltételezem. Immunrendszere 10%-os, a vérkeringés, mennyi vér megy a fejébe, 10-20%, borzasztó rossz. A lábujjaknál 10-20. Na, egy alapos dolgot csinálok magával, koncentráljon magára, kedves uram, jó? Jó. Először egy fantom műtét jön, utána csinálom a többit. Ilyenkor kiraktam a gerincét, tudja, képzeletbe, meghúzigálom egy kicsikét, tovább fog tartani, ahogy abba hagyom, még úgy csinálom, hogy a testében még ez működjön, tudja? Így, meg hogy érti miért, hogy kijebb húzzam a dolgokat. Utána ellentétes csavarást csinálok rajta, így, azért, hogy törje le a messzesedést. Így, megint meghúzigálom. Megint ellentétes csavarás, persze ezt nem tudja mindenki megcsinálni, érti? Ezt a gondolatommal kell megoldani, ezeket a dolgokat. És utána idegszálak vannak párosával a gerincünk mellett, tudja? Azokat kihúzom egyenesbe, tudja, az összeset. Úgy. Most az egész gerincoszlop köré 30-40 centi sugarú körbe teszek egy kezelést.
visszarakom gerincébe. Nézze meg a gerincét, álljon fel, nézze meg, hogy jobb-e. Jobb. Jobb, ugye? Jobb, így van, jobb. És ami érdekes, hogy a lábam ujjai, mind a két lábamon egész hidegek lettek, úgy érzem, közben a talpam meg elkezdett ízadni. Hát mert beindultak a folyamatok, tudja, a lábába. Igen. És először így érzi, utána úgy érzi, tudja? Igen. A lábujjaknál most a vérkeringés 80-90, 100, 110, 120, 130. Másik lábujjaknál 80-90, 100, 110, 120, 130 és 20%-os volt előtte, érti? És igen. A mozgatás, a várli meg egyéb, nézze meg azt is, mert az idegpályákat is kezeltem. Az is jó. Ami viszont érdekes, a bal lábamon a lábam ujját, azt nem tudtam mozgatni rendesen, most tökéletesen tudom főfele és lefele is. Na látja. Na most én hova tudom. Kell? Hova kell menni, az ember a problémája van? Hát... Én tudom, hiszek benne, megmondom az igazat, én foglalkoztam ebben, csak abba hagytam. Uh-huh. Tudom, én nagyon jól tudom. Én hamarabb nyúlok ilyen dolgokhoz, saját hát, magamat is gyógyítani. Tudja, ezek saját módszerek, tudja. Igen, és aki tudom. Jár hozzám a tanfolyamra, esküt kell tenniük. Nem szoktam megkérni az esküre őket, ugye felnőtt emberek vannak ott, megígérik nekem, hogy nem adják tovább, tudja. Igen. És én bízom az emberekben, várom ennyire, de nagyjából igen, az ő bízom. Na, alakul, látja? Jó, nagyon alakul. Szépen köszönöm, meg fogom önt keresni, miért anyagilag is úgy vagyok, meg tudok mozogni. Minden jó, minden jót, kedves uram, minden nagyon jót. Szépen köszönöm. Minden jót, minden jót. Hát erről beszélek, látják? Észrevették, hogy mi változás történt percek alatt, ha tudja mozgatni a lábujját, tudja mozgatni a lábát, lett keringés a lábában, elmúlt a fájdalma. Szóval spirituálisan, gondolattal el tudok menni mindenhova a testbe. Várom a telefon, tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Hallgat... Jó estét kívánok, jó estét kívánok, én Erzsébet vagyok. Kedves Erzsébet! Halkítsa le a tévét, mert tihanyi visszhang van. Jaj, jaj, persze, persze, elfelejkeztem róla. Semmi baj, semmi baj. Na, itt vagyok már. Na, mondja, kedves Erzsébet, én ismerem magát? Hát nem, nem, nem. Hol lakik? Most telefonálok. Hát én Heves megyéből. Na, hát mondja, hol Heves megyéből? Tehát... Ah, nem. Nem meri nem, mondani, jó? Nem. Nyilván nem, falu, nem? Falu?
Nem. Jó, mindegy, nem mondjak, ez nem probléma. Hát sok problémám van. Kérem, hogy segítsen, hogyha tud benne. Na mondja, mi a problémája? Hát, ezt sem nagyon akarom elmondani, csak jó lenne egy kis segítség. Hát de mondja el, mert akkor jobban tudok segíteni akkor, ha elmondja, érti? Hát például nyáron olyan történt velem, hogy levették a mellem, ahogy nem kellett volna utólag. Honnan tudja, hogy nem kellett volna? Hát mert megjött a szövettan, meg minden. És a szövettan előtt levették a mellét? Hát volt szövettan, de az a rosszat mutatott, utána újból szövettan tettek, újból ezt, újból műtét, és akkor a végén kisült, hogy mégis jó volt ez a szövettan. Hőre levették, akkor már nem tudják megmondani, érti, a levet mellből, érti, szóval nem. De megnézem... Leszövetes dolog, úgyhogy nem tudom feldolgozni. Hát ettől még lehet élni, hány éves maga? Hát, már sok. Most már tudom. Ez tényleg sok, igen, ez igen. Maga nagyon titulzatos ember. Én nagyon hát, kis... majd egyszer önhöz elmélek is, akkor elmondok mindent, csak most csak kérem, hogy segítsen. Na már jó. Nem akkor mentem el, amikor kellett volna. Hát most is jár hozzám egy hölgy, akinek van mellébe daganat, és már egész mondom őszintén egy 3-4 centis daganat volt, és most ilyen borsó szemnél tartunk, tudja? Uh-huh. Hát igen, igen. Na, szelleme van-e? Van. Átok van-e? Van. Központ idegrendszere, 10, 20, hát békarottyant alatt tetszik lenni. Az immunrendszer 10, nagyon lent van. Mennyi vér megy a fejébe, százalékba, 10-20. Lábújjakba 10-20, na, neki ugrok magának, mint borjózói kapunak. Csukja be a szemét, figyelje magát, lazítson, jó? Igen. Na, hogy érzi magát, hölgyem?
Hát végigment az egész szervezetemen, azt nézem, a melegség, csodálatos. Na, csodálatos. Megnézem, mi van, jó? A feje hány százalékba jut vérhez most? 89-en 100, 110, 120, 130 százalékban, majd visszamegy 100-ra majd, tudja. Na, megnézem, a szíve hány százalékosan működik. Egészen más lett a hangja egyébként. 70, 80, 90, 100 százalékosan működik. Ez immunrendszere most különleges lesz, ezt figyelje meg. Nagyon magas szinten fog működni. 50, 100, 150, 200, 250, 3, 350, 400 százalékosan, 10 százalék helyett. Most dolgozik a teste, mint a menkű érzés. Igaz? Érzem, igen. A lábujjaknál a vérkeringés. Azt is érzem, a lábamban is érzem, teljesen. Érzi. Működik, drágám. Hát azért telefonált, hogy megérezze, igaz? Hát csodálatos, hát nagyon szépen köszönöm, és önt fel fogom keresni, mert tudom a másik telefonszámát is, mindent tudok, és akkor elmondok majd mindent részletesen, jó? Köszönöm, hogy hívott. Nagyon köszönöm, nagyon aranyos. Köszönöm. Csokkolom a kezét, minden jót. Egyem a szívét, hogy megváltozott a hangja, minden kedély állapota, mert minden elkezdett működni a testébe. Ez a borzasztó, a stressz leblokkolja az immunrendszerünket. És kész, nem tud működni a testünk. Hiába szedünk pirulákat, nem tud működni. De hál' Istennek, a Jóisten megárult egy kis gógyéval. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Hallgatom. Halló, halló, hintaló, pantaló, Tihanyi Tamás vagyok, parancsoljam. Jó estét kívánok, ilyen jót. Kivel beszélek, tessék mondani. Zsolt vagyok, jó estét kívánok. Honnan hívott, kedves Zsolt? Sargótarjánból. Na, onnan jár hozzám egy ápolóhölgy kezelése mindig. Nem is ápolónő, műtős hölgy, egy aranyos, kedves hölgy. Na, hallgatom, kedves uram, milyen gondja vagy van? Szeretném, ha megtetszene vizsgálni. Azt megteszem, jó. Na, megnézem, hogy szellemes tetszik-e lenni, hát igen, szellemes. Van-e átok? Az is van. Központ idegrendszerre 10, hát béka rottyantó alatt van, ezt úgy hívják, tudja? Igen, hát ez a legjobb. Nem. Fáradt is? Igen. Nagyon lent van. Az immunrendszere 10%-on van, a feje hány százalékba kap vér, 10-20-30, lábujjak 10-20-30. Nem húzom az időt, csinálom a dolgomat, jó? Jó, köszönöm szépen. Csukja be szemét, lazuljon, elfigyeljen magára.
Oké. Hogy érzi magát, kedves uram? Valamivel nyugodtabban. De nem érzi meleget a fejébe, vagy kezébe? Egy kicsit igen. Na megnézem, mekkora a vérkeringés, mennyi vér megy a fejébe. A nyakam még szokott fájni. Hát, az más dolog. Ja, igen. Na, a meszesedés, tudja. De hát, ha olyan problémát mond, akkor azt is kell, érti, akkor is. Na, mindegy. Na, a vérkeringés most mennyi jut a fejébe? 90, 100, 110, 120, 130, 140. A lábujjakhoz jobb oldalra 90, 100, 110, 120, 130, 140. Az immunrendszere most nagyon magas szinten lesz. 200, 250, 300, 350. 360, 370, 380 az immunrendszere. Most beindult a teste, szépen dolgozik, de ez csak egy pár napos program, tudja, szóval nem úgy, mint ha valaki rendelőbe jön. Akkor egy idővel megint lecsökkenés? Nem teljesen, de lecsökken, persze, nem teljesen. Még hogy kérdezem már, még szoktam, már elég régóta itt nézegettem a tévébe, és akkor aki ön felhívja, majdnem mindenkin van szemben, meg átok, hogy ez így hát normális. Az majdnem mindenkin van. Igen? Igen. És csak itt Magyarországon van, vagy mindenhol így van? Európai országokban több, mint máshol, mert meghalunk, ugye valaki meghal, ugye a szellemnek föl kell menni a köztestérbe továbbfejlődés céljára, de nem mennek föl sokan, mert a vallásból kifolyólag félnek a pokoltól, tudja? Mert megváltoztatták a 1200-as években a püspökök a Bibliát a konstanti zsinaton, és kivették az újraszületést, ugye a reinkarnációt, és betették a helyére a poklot meg a mennyországot, tudja? És hogy van pokol? Nincsen, ez megfélemlítés miatt csinálták, tudja? Nem pokol van, hanem újra születünk, a szellemünk fölmegy egy helyre, és egy idő múlva leszületik egy másik testbe. Ezt tudták korábban az emberek, európai országokban is, csak ezt megváltoztatták a pokolra meg a mennyországra, hogy az embereket félelembe lehessen tartani, tudja? És miért nem emlékszünk erre, hogy itt történik? A tudatalattinkban le van rakódva, igen. Ezeket meditációban, speciális meditációval ki lehet venni. Ha. És muszáj visszajönni ide? Csak úgy megkérdezni. Igen. Igen, muszáj. Ez egy jobb helyek is, nem? Nem tudok róla, hogy lenne, nem tudok róla. Van, akkor nem jövünk csak vissza, amikor már milliószor leszületünk, és minden bűneinket már ledolgoztuk, tudja? Akkor megboldogulunk, és akkor nem, de hát ez nem hiszem, hogy ez a veszély fenyegeti magát, nem hiszem. Csak én sose értettem, hogy hogy indul el a folyamat, hát legelőször, szóval hogy kerültünk ide le, vagy ezt a sose. Ja, hát erről lehetne sokat beszélni, igen, persze. Igen, erről lehetne. Nincs idő, persze. Erre nincs idő. De köszönöm szépen, hogy én is köszönöm, hogy hívott, minden jót. Minden jót. Nem tudok már több telefonálót fogadni, mert sajnos ugye vége van a műsornak. Energiát adok még maguknak. Az energia nem a televízión keresztül megy, mindenen keresztül megy. Meg tudják nézni a műsoromat a Facebookon is egyébként, meg a hatos csatornának is van ugye Facebookja, azon is meg tudják nézni. Küldöm az energiát, Isten is nagyon nagy teljesítménnyel. Mindenkinek, aki fölemeli a kezét, akkor a kezére, vagy gondoljon arra a test részére, ahol fáj, akkor gondolatba küldje oda az energiát, amit küldök. Tudják, az energia még 3-4 percig akkor is megy, amikor én abba hagytam, tudják? És mindjárt abba hagyom. És vigyázzanak magukra, megy az energia tovább. De én érzékeny búcsút veszek önöktől. Ugye tudják, hétfőn lenne a műsorom, de nem élőadás lesz, mert húsvét hétfő lesz. Mindenkinek kellemes húsvét ünnepet kívánok. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.